8 óra van, ez a híradó az M1-en. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Életbe lépett a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás, amely szerda éjfélig lesz érvényben. A következő napokban akár 37-38 fok is lehet. A hétvégére megteltek a hazai strandok, aki tehette, itt próbálta meg átvészelni a trópusi hőséget. Emellett életbe lépett a vörös kód is, amely valamennyi szociális intézmény számára kötelezővé teszi a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Szeretnénk a közösségnek a segítségét kérni, hogyha valaki az utcán lévő hajléktalan vagy a hőség miatt bajba jutott embert, honfitársunkat lát, akkor tegye meg, hogy a diszpécser szolgálatok, a regionális diszpécser szolgálatok keretében jelezze ezt, hogy utána majd a szakmai segítők életet tudjanak menteni. Továbbra is bizonytalan, hogy a hétfői határidőig sikerül-e meghosszabbítani a Fekete-tengeri gabona folyosok fenntartásáról szóló egyezményt. Recep Tayyip Erdoğan török elnök azt mondta, a török és az orosz vezetés egyetért a meghosszabbítás szükségességéről. Több ezer tonna ukrán gabonával megrakva érkezett meg szombaton az egyik utolsó teherhajó Isztambulba. A Fekete-tengeri gabonaszállítmányokról szóló megállapodás hétfői lejárta előtt már csak egy hajót várnak Ukrajnából a boszporuszi kikötők. A török elnök a határidő közelettével azt közölte, orosz kollégája megerősítette őt, hogy szándékában áll az egyezmény meghosszabbítása. Putyin elnök úr egyetért velünk abban, hogy a Fekete-tengeri gabona folyosót fent kell tartani. Bízom benne, hogy az Oroszországgal folytatott közös erőfeszítéseink révén sikerül kiterjeszteni a megállapodást, mondta Recep Tayyip Erdoğan. A moszkvai vezetés a bejelentésre csak annyit közölt, hogy a folytatáshoz szükséges feltételek még nem teljesültek. Közben a dél-ukrajnai Herszon megyében az ukrán csapatok a kiárat Nyepper folyón kialakult szigetekről próbálják kiűzni az orosz védelmet. Az ukrán elnök hetek óta nem tud jelentős hadisikerekről beszámolni, amit az orosz csapatok kemény ellenállásával magyaráz. Meg kell értenünk, hogy az orosz hadsereg mindent megtesz azért, hogy megállítsa a csapataink előrenyomulását, ezért minden leküzdött kilométert, minden apró sikert meg kell becsülnünk, mondta Volodymyr Zelenszky. A moszkvai vezetők szerint az ukránok terrorcselekményekkel próbálják ellensúlyozni a sikertelen ellentámadást. Az ellenség folyamatosan átlő a határon, de a légvédelmi rendszerünk megfelelően működik, így újra és újra visszaveri ezeket a támadásokat, mondta a Kreml szóvivője. Közben szombaton előre be nem jelentett látogatásra érkezett Kijevbe a dél-koreai elnök. Jun Suk-jolt Volodymyr Zelenszky fogadta. A dél-koreai küldöttség megerősítette, hogy továbbra is kiállnak Ukrajna mellett, az elnök pedig jelentős mennyiségű katonai felszerelés szállítására is ígéretet tett, bár ennek tartalmát nem részletezte. A távol-keleti ország a háború kitörése óta hadi anyaggal és humanitárius segélyekkel is támogatja Ukrajnát. Magyarország és a NATO sem sodródhat bele az ukrajnai háborúba, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a NATO álláspontja lényegében fedi a magyar álláspontot a tekintetben, hogy Magyarország és a NATO sem sodródhat bele a háborúba. Magyarország és a szövetség sem szállít halált okozó eszközt ebben a konfliktusban, ahogy Magyarország és a NATO, mint szervezet is küzd az eszkaláció ellen. Ezért nem kapott Ukrajna meghívást a vilniuszi csúcson a NATO-ba, hangsúlyozta a miniszter. Kiemelte, számos NATO tagállam és maga a főtitkár is háborús retorikát folytat. Ezzel szemben Magyarország határozottan kiáll amellett, hogy a konfliktusban azonnali tűzszünetre és a lehető leghamarabb békére van szükség. Ukrajna nem kapott meghívást, azért nem kapott meghívást, mert sem Ukrajna, sem a helyzet nem áll készen arra, hogy ezt megtehesse. Ukrajna szuverenitása súlyos veszélyben van, és egy részben annak eredményeképpen, hogy háborúban áll, de háborúban áll, és egy háborúban álló ország berángatná az egész szövetséget a háborúba. Ezt teljesen egyértelművé tették, még azok az országok is egyébként, akik komoly fegyvermennyiséggel támogatják a háborút, hogy ez most nem aktuális.
400 a háborúban érintett ukrán gyermek azonnali táborosztatásáról döntött a kormány, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Menczer Tamás hangsúlyozta, sürgős kérést kaptak Kárpátalja kormányzójától, aki arról számolt be, hogy a belső menekültek ellátása számukra nagy kihívást jelent, ezért kért segítséget az ukrán gyermekek táborosztatásában. Az államtitkár kifejtette, az első csoport hétfőn érkezik, a többiek pedig augusztus 20-án. Menczer Tamás hangsúlyozta, Magyarország segít. Fontos arról is beszélni, hogy bár ez egy váratlan azonnali kérés volt, a magyar kormány kvázi menetrend szerint is táboroztat már évek óta ukrán gyerekeket. Az idei nyár során összesen több mint 1000 ukrán gyermek táboroztatását finanszírozzuk, végezzük. Itt tehát nem kárpátaljai magyarokról van szó, hanem olyan ukrán gyerekekről, akiknek a szülei, illetőleg a lakóhelye érintett a harcokban. Magyarország tehát segít. Magyarország és a magyar kormány a békepártján áll, mi azonnali tűzszünetet akarunk és béketárgyalásokat akarunk. A kormány álláspontja az, hogy a határt őrizni kell, mert ez szolgálja a biztonságot. Ez ad garanciát a belső biztonság szinten tartásához, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en, aki elmondta azt is, az EU migrációs paktuma meghívó levél sok millió migránsnak. Hozzátette, a tervek szerint Magyarországnak 10-30 ezer migránst kellene ideiglenesen elhelyeznie. Ezek a migráns táborok azonban nagyon hamar gettósodnának, és mivel táborok lennének, ismeretlen helyre távoznának az ott elhelyezettek. Sem politikai, sem jogi szempontból nem lehetséges ennek a tervnek a tudomásul vétele, elfogadása, hangsúlyozta Bakondi György, aki szerint, ha ezt megtennénk, az teljesen értelmetlenné tenni a határőrizetet. A mi véleményünk a magyar kormány álláspontja szerint egy pofon egyszerű megoldást lehet alkalmazni, mert Magyarország alkalmaz, a határt őrizni kell, illegális, jogellenes, a szervezett bűnözés által ide szállított emberek átlépését meg kell akadályozni, az jöhet be, akinek vagy érvényes úti okmányai, vagy politikai menekülté nyilvánítási okmányai vannak, a többiek pedig nem léphetnek be az Európai Unió területére. Ez szolgálja a biztonságot, ez ad garanciát a belső biztonság szinten tartásához. Embercsempészt fogtak a NAV munkatársai az M1-es autópályán. A pénzügyőrök egy szlovén furgont kísértek le a tatabányai parkolóba, hogy átvizsgálják a rakományt. A szállítmány helyett azonban 9 potyautast találtak a platón. A szellőzetlen, ablaktalan raktérben utazók közül 8-an afgánnak, egy személy pakisztáninak vallotta magát, de személyazonosságokat nem tudták igazolni. A NAV munkatársai átadták a rendőröknek a sofőrt és az illegális bevándorlókat is. Az embercsempész ellen büntető eljárást indítottak. A világ legkorszerűbb tüzérségi eszközeit és légvédelmi rendszereit kezelik majd azok a fiatal katonák, akik most fejezték be tanulmányaikat a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján. A 300 altiszt ünnepélyes eskütételén a honvédelmi miniszter azt mondta, Magyarország szempontjából létfontosságú a béke megőrzése, ezért állandó készenlétre és éberségre, valamint józan észre van szükség. Ma állandó készenlétre, éberségre, fegyelmezettségre és persze a megfelelő mennyiségű józan észre van szükség, hogy ne hagyjuk felborulni a rendet, és így megérezzünk életünk rendezettségét, a rend által pedig szabadságunkat. Az önök eskütételéhez tehát manapság különös bátorság kell. A bátorságról beszélni könnyű, tenni nehéz. Önök ma a cselekvő bátrak. 4 helyszínen 4 embert lőtt le egy fegyveres szombaton az Egyesült Államokban. A merényletek George állam egy kisvárosában történtek. A tettes egy 40 éves helyi férfi, aki pisztollyal felfegyverkezve elmenekült. A rendőrség a nyomravezetőnek 3,5 millió forintnak megfelelő összeget ajánlott fel. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi volt a támadás indítéka. A mostanival együtt idén már 31 tömeges lövöldözés volt az Egyesült Államokban, ezekben 153 ember halt meg. Túlélők után kutatnak Dél-Korea Osong nevű városában, ahol villámárvíz öntött el egy több mint 600 méter hosszú aluljárót. A hirtelen vízbetörés pillanatában tucatnyi autó volt az alagútban.
Eddig 7 holttestet emeltek ki a vízből a hatóságok, de attól tartanak, további áldozatok is lehetnek. 9 embert élve találtak meg. Dél-Korea több térségében özönvízszerű esőzések miatt földcsuszamlások és árvizek alakultak ki. 26-an életüket vesztették, sokan eltűntek. Több ezer embert evakuáltak az otthonából. És megtartották a Balaton átevezést. Évről évre nő a résztvevők száma, idén több mint 4000-en vágtak neki a 8 kilométeres távnak. Ez a program is része volt az augusztusi atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódó hétköznapi hős programsorozatnak, amelynek célja, hogy minél több ember kezdjen el sportolni és tegyen az egészségéért. Szeretnénk azt, hogy ezzel közelebb tudnánk vinni az embereket a sporthoz, és az atlétika az egyik alapsportág, ezért gondoltuk azt, hogy ez egy jó kiindulópont lehet arra, hogy szólítsunk meg minél több embert, hogy ússzon, biciklizzen, fusson, egyébként kajakozzon vagy szappozzon, és ezzel ők akkor ennek a hétköznapi hősnek a részévé, hétköznapi hős programnak a részévé tudnak válni. 200. adásához érkezett a Kossuth Rádió országjáró című műsora. A jubileumi adás lakitelekről jelentkezett, ahol a műsor végén 200 galambot is elengedtek. Az országjáró stábja 2018-as indulás óta csaknem 350 településen járt határon innen és túl, az adásokban pedig csaknem 12 000 riportalanyt szólaltattak meg. Hétről hétre egyre gazdagabb tematikával jelentkezik, és olyan kis helyekre, falvakba is el tud jutni, ahol az emberek nagyon boldogok azért, hogy ők is meg tudnak jelenni a nagy nyilvánosság előtt. Ez egy értékrendi műsor. Ez egy olyan értéket hordozó műsor, amelyre szerintem még legalább 200 adásban szükség van. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető az interneten a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sporthíradó. Maruzsa István várja Önöket.